Kedves közönségünk, őszi irodalmi gálánk második része a muzsikás együttes jóvoltából, Ugrossal és Friss Csárdással kezdődött, és Marsall László verseivel folytatódik, aki idén november 3-án lenne 90 esztendős, de sajnos már 10 éve nincs közöttünk. Költői indulását rangos tekintély Vörös Sándor segítette. Később aztán, idézem, az önvizsgálat és önértelmezés pihenőt nem ismerő munkája állandó költői, nyelvi és formai kísérletekre vezette. Írta róla egykori nemzedéktársa Parancs János. Marsall László sorra próbát tett a régi magyar verssel, a nyugatos hagyománnyal, a prózaverssel és a bonyolult nyelvi struktúrákkal. Olyan formaalkotó elvet keresett, amely hite szerint szüntelenül tágítja a költői nyelv lehetőségeit. Műsorunkban elhangzó verseinek különös érdekességet ad, hogy most szerepelnek először a nyilvánosság előtt. Nemrég talált rájuk, és még egy egész kötet publikálatlan Marsall versre, a költő kézi hagyatékában özvegye, Domokos Kinga, aki tudtunkkal itt van körünkben, és akit szeretettel felkérek, hogy fáradjon ide a színpad előterébe, hogy felköszöntessük. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves közönség, következzenek Marsall László nyilvánosság előtt most először elhangzó fiatalkori versei, melyek jelentősége, hogy gondolati, érzelmi és formai tekintetben is érett alkotások. Az életmű karakteres részét képezik. A vers összeállítást Barta Ágnes, Bálint Márta és Rátóti Zoltán előadásában hallhatjuk. Ballada, asszonyi fecsegés a kútnál, sziksóvirág dala, meddő. Forró, üres lajtban, a csönd szívében árva tücsök ciripel. Kútvize, ömölj, zuhogj, bár beledöglöm, víz kell az aratóknak. Csak fecsegés paskolja kívül a bádogot, áttörhetetlen, száraz éj. Ki veszi észre, ha meghalok? Nesztelen válik le rólad. Szikáran fordul át az éj a sarkcsillag alatt. Szinte hallom az ég meredek zuhanását, és megsejtem a sárgás-fehéren felbukó napot, míg a tücskök egy házfal pergő vakolatát hanggá szűrik, majd elnémulnak a szürkületben. Ébren vagyok. S te valahol lélegzel. A szerelem nesztelen válik le rólad, ahogy álmodban megfordulsz az ágyon, és kiömlik a kertre, és hömpölyök felém lassúdon. Végig a kukoricáson, és át a folyón, a hidak pillérein indázva, elöntve falvakat, városokat, mert mérhetetlen és több az életednél. Tudom, most majdnem kifosztott vagy. Ott a kitárt ablak alatt az ágyon csak a többi alvó leheletem elenged. És én moccanatlan ülök és várom, hogy elérjen a tűzözön és égjek, ha szemembe néz a nap. Legyek vak mindörökre. Kinyílt a szél rózsája, részlet, tavasz. Fokozd az iramot, ugorj csak fáról fára, te mókus táncba forgató évszakok légtornásza. Gyerünk, gyerünk, már itt a húsvét, kinyílt a szél rózsája. Zsúfolt erkélyek a hegyek, kezdődik a nagy verseny,
kékszemű szövőlányok a múzsák, ők bogozzák a versem. Rajta, rohamra, mint a méhek a hátráló éjszaka ellen. Gyorsabban, mintha barátommal éneklő motoron, ezüstkerekű delfin hátán lármázó két arion, robogunk fel a dobogókőre, gyorsabban, mint a verst leírom. Most, most, tulipánfejű épszak tépt fel az ablakokat, milliónyi szirmot a fákra, röpíts te madárfogat, kiálts szép kalauz, húsvét, megjött a játszint vonat. Vonaton. Zakatolnak a póznák, és hullámzik a drót. Gizgazos, ágmetsző, madaras füzére. Ugrál a könyv a kezemben, a padra hajítom. Shelley sorai a kerekek ütemébe vegyülnek. Vad tollazat a tüzében a meteor szemű, vérszínű nap. Meg az a csattogás. Az olajos padlat alatt. A kövek, a sín, meg a nyár, meg a táj. A kártya csatába fáradt négy vasutas szemébe, fülébe, arcába zuhognak. Ringunk, lebegünk. A berényi öreg juhász ingó fejjel álmába fogódzik, birkanyíró ollóval vágja a kék-ék habzónyáját, s kongat a napkolompja. Kongat, ferde sugár térdről térdre verődik, majd a húzat kiröpíti az ablakon át, és szemet érlelni belefekszik a füllött kukoricák aranyba csavart csövébe. Hintázik a dinnye a csomagtartóban, alatta szőke, kövér asszonyka, ölében a kisfia, kuszatagokkal szélre rakott fészek peremére akadt. Seregély fióka. Ők is alszanak. És a kátai négy öreg asszony, holdfényben lengő négy szilvafa, bóbiskol egymáshoz ütődve egy ősi ritmus bűvöletében. És mintha égre csapódna a fejkendőjük, füstbe borulnak a csillagok és a tanyák is, szinte lebegnek. Megkörnyékez az álom. Látlak. Bő fürdőruhádban úszol a körös közepén, lebuksz, kiemelkedsz, mintha álmodnál, menekülsz előlem, és ide hallik a szívdobogásod. Jankó Laura, József Attila díjas költő, néprajzkutató, az MMA rendes tagja, a moldvai magyarság köréből érkezett. Még csak, ide most le van írva nekem egy szám, de hölgyekre való tekintettel máshogy fogalmazok. Tehát alig 18 éves múlt, ám finoman cizellált költészete érett és bölcs alkotóvá tette, és arra is vall. Képei, írja róla Eckler Andrea, a maguk szikárságában nekifeszülnek az emberi létet övező káosznak, lírájának szubjektív vallomásosságából egy kiforrott értékrend válik láthatóvá. Ezen értékek pusztulásának, pusztításának néhol látomásos, másutt kézzel fogható bemutatása, mint egy jelzésekként, kérdőjelekként fordul az olvasó felé. Jankó Laura versei következnek Barta Ágnes és Bálint Márta előadásában, utána pedig ismét a muzsikás együttest hallhatjuk, Gyimesi Keservest játszanak nekünk. Amikor harmadszor szóltak, egy homokvárból érkeztem vissza, sziklára épült országba. Végigjártam 100 idéglenes esztendőt, mintha templom, mintha anyám méhe lett volna olykor-olykor az otthonom.
Szerettem, ahogy szerették, bomlásnak indult nyelvemet. Szerettem 38-ban csókolni, imádkozó kezüket, lőtt lábukat. Szerettem a boncasztalon is bajnok aranycsapat hazámat. Érvem, ha volt is az indulásra, mit értem el vele? Az irgalom erdőt növesztett, törésre, hegre, fáiból temetek 40 éve. Érvem, nem volt a maradásra, térképből nem, nem lesz haza. Haza az éjszakában. Szerda reggel, lila az ég. Fekete a napraforgó. Kezedben vásott rózsafüzér. Mondod, hogy nem jó. Idén a termés nem jó. Aztán beharangoznak. Vasárnap engem elvisz a vonat. Ketté szakít az út. Egyszerre megyek és maradok. De már te sem vagy otthon. Minden utcasarkon látom, hogy befordulsz. Játszol velem. Nem jössz haza. Anyám, ez nem a mi házunk. Ez csak az éjszaka. Az adjudi varjak meglátogatnak. Éjfél után a síneken a varjuk lecsukott szemmel hosszú lépésben szögdösnek. Tüskefarkuk rója a követ, a vasat. Nem néznek, nem hallgatóznak, nem félnek. Én a holdfénynél megriadó idegbeteg, ütömverem a vonatablakot. Hess, madarak! Hess, hess, hess! Nem közelednek, nem távolodnak. Törmelékhegyek vonulnak, és behasít olykor egy-egy kőkereszt. Ha volt is rajtuk Krisztus, ellopták, megszökött. Futtok, én is. Futtok, futtok a kupé falai között. Az egyik fiam ráz, a másik megitott. Hess, madarak, hess! Várnak fiaitok. Fal feszülettel. Krisztus, kinek keresztje a költözések lomjai közt odalett, ereje vesztetten elfogyatkozva, vigyázban áll a fejem felett. Égkereső szemein a korbácsnyomok hozzálilultak a kék folyók tengerbe tartó fal színeihez. Talán kaszált rétekkel és májussal álmodik. Virágot szed és csokrot köt. S lenne inkább talpas Krisztus a feltámadás szobrai között. De régi-régi dolgára akadt, magához rendel igéket, szavakat, beszéde van a világhoz. Jöjjetek hozzám, mert megfáradtatok. Thank you.
A Brassóban született Orbán János Dénes az erdélyi transzközép nemzedék meghatározóbb tagja. Költő, prózaíró, szerkesztő. 50 esztendős és már Kossuth díjas. 20 évesen a magyar irodalom fene gyerekeként tekintettek rá, de mivel ez a státusz nem lehet öncél, csapatával létrehozta a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Író Akadémiát. Ebben a szerepében mondja a következőket. A célunk, hogy biztos sziget legyünk ebben a kergekorban, ahol a klasszikus, normális irodalmi eszmék alapján neveljük ki az irodalmi utánpótlást. Hát szeretettel kívánjuk, hogy járjanak, és velük együtt járjunk mindannyian sikerrel. Orbán János Dénes verseit most Hirling István és Serez Zoltán előadásában hallhatjuk. Nulladik szonett. Miként is nyújtsam át szonettemet? 14 sort, 140 szótagot, ezen rövid meg hosszú lépteket, hogy megtudd, önmagamnál több vagyok. Téli virágként nőjenek ki tán papíromból a mondatok, szavak, hogy téged, kit a lelkem úgy kíván, virágokkal elborítsalak? Vagy inkább tetszik minden sor, ha rács, s a vers kalitka, melyben átadom, hisz bármi fényes, úgyis csak harács, egy más világban áll a nagy vagyon, a lelkem, mely a rácson áthaj jár. Széthajlik az, de mindig visszaszáll. A szárnyas idő árbócomra szállt. A szárnyas idő árbócomra szállt, fehér dalát víjogja szüntelen, s én térdre hullva nézem, hallgatom, vitorlámat levonni nem merem. A szelek mérge marja arcomat, romlásnak indult két erős karom, a reményt sötét moha lepibe, és nem köthetek ki a nyugalom partján, ahol a csöndet gyerekek hangja űzi, s a viruló liget virágszirom arcú asszonyának koszorújából bimbó integet. Vitorlámat levonni nem tudom. A partot nem. Az eget nézhetem. A szárnyas idő árbócomra szállt, és fészket rakott hervadt mellemen. Másra most nincs szavam. Lilahavas, hófehér gleccserekkel, egy féldepresszív, ám élénk áprili székkel. De zöld a rét, akár esős tavasszal, vér tarkítja, vagy tele van magyallal. Mindez egy szoba ablakából az asztal mellől látszik. Nem vagyok a szobában, és nem tudom, ki lát itt. Az asztalon egy karcsú váza, csokor, sziromtalan, és nem történik semmi, oly hosszadalmasan. Néma és mozdulatlan, s főképp illattalan. A halál nem ilyen. Másra most nincs is szava. A bort kevertem szódával és hittel. A csillagok, mint rácspontok mögött a legnagyobb rab sötétbe öltözött. Látom innen, börtönöm ablakából, mint vívódik, vagy retteg önmagától.
Dobrokol már ott a négy lovas, világ végét hinnéd, de nem, nem az, csupán lovak és díjak ugratása, nem használják őket már semmi másra. Létünk csak játék, túli konzolokban. Már meghalad, mert túl kevés titok van. Titkokból éltem mindig, nem titok, így épültek a katedrálisok, a verseim. Emlékszem, én a Ritter a bort kevertem szódával és a hittel, és még nem tudtam, a költői szabadság sorok rácsába zárt. Egyfajta rabság. Az idén 85 éves Szilágyi István Kossuth-díjas íróra, az MMA rendes tagjára, a nemzetművészeként tekintünk. Ugyanakkor tudván tudjuk, hogy ő már klasszikusaink sorát gyarapítja. Írói nagyságát nem vonja kétségbe senki, mégis kevés szó esik róla, de ez állítólag őt bosszantja a legkevésbé. Írásművészetének csúcsai, regényei, az Agancsbozót, a kő hull apadó kútba, a Hollóidő magukért beszélnek. De sosem sietett Szilágyi István különösebben sehova. Nem kereste a rivadafényt, mert alkatilag hiányzott belőle a becsvágy. És ráadásképpen alkalmatlan volt a megalkuvásra is. Betegsége miatt sajnos most nem lehet jelen, nem lehet itt körünkben, de szeretettel üzenjük, hogy vele érzünk, és természetesen jelképesen fogjuk a kezét. Kedves közönségünk, műsorunk befejező darabjaként hallgassuk meg a jeles szilágysági író egyik megrendítő elbeszélését. Művészeink Barta Ágnes, Bálint Márta, Hirtling István, Rátóti Zoltán és Seres Zoltán előadásában. Majd a Muzsikás együttes zárja a 2023. évi őszi irodalmi gálánkat. Záró összeállításukban mezőségi táncok, lassú, szökős és szapora csárdás hangzik majd el. Szinte mindent elmondtál, így nekem nem maradt más tisztem, mint hogy megköszönjem önöknek, hogy itt voltak ma is velünk, még maradjanak persze, és visszavárjuk önöket, mert nagy-nagy szeretettel és tisztelettel nagyon jó ebben a körben lenni. A viszontlátásra. Köszönöm a figyelmet, következzen tehát Szilágyi István írása. Szilágyi István foggal és bütyökkel. Nagy Marti András hazakerült a Dontól. Csak a karjait hagyta ott. Azokat se egészen, maradt belőlük egy-egy jó arasznyi, ami nem sok, de több a semminél. Szálas, hosszú léptű, kevés szavú, mezővárosi magyar volt, amúgy inkább csak ünnepkor templomos. A sem a lövészárokban, sem a katonakórházban nem jutott eszébe, hogy ő itt meg is halhatna, mint körülötte annyian. Csak tova, amikor az olymosi állomáson a vonatról lesegítették, mert akkor már egyre azon töprengett, talán jobb lett volna, ha mégis ott pusztul valahol. Közben ugyanis sorra vette, mi mindenre lesz ő alkalmatlan odahaza. Szántani ugye nem szánthat többé. Előszámlálta a háztáj valamennyi szerszámát, melyeket ezután nem foghat kezibe. Tehát elvégezte a kar egyik legközhelyesebb számvetését, aztán vállával, térdével megpróbálta betaszítani a kaput. Csak hogy a jó Isten haza segített. Avagy aggodalompárás, anyai sóhajtozás, kötény mögé menekülő kezek.
Majd csak lesz valahogy. Ez meg idősbb Nagymarty András, aki most hinni is szeretné, amit a töredezett szavak kihordanak. Megláld! Itt leszek én veled. Felnő a gyermek, az Isten megsegít. Ezt csak is Bence Bori mondhatja, ifjabb Nagymartin néna, meg Európa szerte az a pár százezer rokkant katona feleség. Mindebből alig hallott meg valamit, hanem a gyermek. Ahogy elnézte, arra gondolt, ő ezt az apróságot sohasem etette. Mert ugye a sasbehívó, meg ami utána következett, de ez a gyermek nem sokára etetni fogja őt. Hát nem. Inkább felköti magát. Azám csak azt is, hogyan? Kútba ugrani? A kutat megvert anyósok, elboldogtalanult menyecskék szokták választani. Egyik hajnalon, mintha iszap időből ocsúdnék, elunta a bámészkodást, s úgy ingújban, alsóban átbaktatott az udvaron, térdével felütötte az istálló ajtó rekesz kallantyúját, és megszólongatta a két ökröt. Csinos! Te! Mozsár! Azok feléje fordultak, de nem igyekeztek tápászkodni, ezt ő nem is bánta, letérdelt melléjük, szájával, fogával megpróbálta a lánckarikákból a kereszt éket kiakasztani. Aztán, hogy az ökrök nyakáról végre lehullott a lánc, mesztelen talpával kezdte lökdösni őket. Mozduljatok! Miután felálltak, maradék karjával bögdösve, térdével térdingetve, kituszkolta a két ökröt a színbe, a szekére. Most segíts, Úristen, mert ha nem, abba is hagyhatod. Letérdelt a járom elé, rendre foga közé vette a járompálcák karikás felső végét, és kiemelte furatokból ezeket a félméteres vasszegeket. Aztán újra lehajolt. Tarkóját a járomfej alá feszítette, majd miután valahogy fölegyenesedett vele, vállát a szekérud vége alá kínlódta, és megpróbálta nehéz alkotmánnyal úgy fordulni, hogy a járom nyitott fele az ökör nyakára igazodjon. Így maradj, mozsár! A képtele hadművelet sikerülni látszott, hisz most már a járom másik fele üresen hintázott. Azt maradék karjával is a csinos nyakára emelheti. Na de, csak elkezdett a lelke kedve lábadozni, azután a járommal való viaskodás után, aznap el is indult hazúrról, délután betért Círiákhoz, a Borbélyhoz, aztán úgy gondolta, a papramorgó felé kerül. A korcsma cégérét, mióta nem járt erre, átfestették, zöld fa vendéglő lett az új neve. A pohos kocsmáros azt hihette, ezzel majd pantallósokat is ide csalogat. Az ivó legbelső asztalán állott ült Lehóczki Jankó. Ő még 42 őszén sebesült. És ott ült Vitéz Csáki, Mankói támasztották a falat. És ott ült Sánta báró. Ő még a másik háborúban hagyta ott a lábát. Köztük ezután a vén falábú lesz a rokkant rangidős. Köszöntötte őket, s visszakanyarodott a söntés elé. Védj le nekem egy magas sörös poharat, mondta a csaposnak. Töltsd meg borral, s hozd majd oda. Azok ott hárman elég vígan voltak. Lehóczki azzal szórakoztatta a társaságot, hogy csonka ujjaival, maradt neki vagy három a két kezén, cigarettát sodort. Leült közibük. A csapos hozta a borát. Maradék karja végeivel dédelgette kis ideig a hatalmas poharat, aztán bütykei közé szorította, fejét előre szegte, s nyakát addig nyújtotta, míg ajkával elérte a pohár peremét. Majd derekát, vállát hátrafele dőjtve, lassan,
kortyolni kezdte belőle az italt. Azok az első hetek, míg Nagymarty András beletört a muszáj élet keserveibe, lassabban teltek, mint később évtizedek. Igaz, ami elkerülhetetlen volt, elég gyorsan bekövetkezett. Olymosra valahogy örökké hadtáp nélkül érkezett a katonaság. A hízót elrámolták, hát a visszavonuló németek. Az oroszok ráérősebben haladtak, alaposabb munkát végezhettek, előbb lelődözték a ludakat, tyúkokat, aztán, hogy ennek nem volt szaporája, elhajtották az ökröket. Olyan kétszelíd, zsemleszín, jószágot aztán többé sose kötöttek Nagymartyék jászol elé, vagyis hát nem kötöttek többé semmilyent. Pedig nagyon elkelt volna bár egy hitvány tehén, mert Bori közben várandós lett. Hiányzott a tej. Hanem tehén helyett megint impérium változás. Míg a németek vonultak, szedelőzködött a maradék magyar hatóság. Majd az oroszok nyomán visszajött a román. Idővel aztán a románok is adtak a hadirokkantaknak kevéske segélyt. Meg Évi egy pár gumitalpú, zsíros bőr bakancsot. Azoknak is, akik a fronton hagyták a lábukat. A papramorgó újra elevenedni kezdett. A hátsó traktust tovább népesítették a vert hadak. Később épp kézlábroncsokkal is gyarapodott a társaság. Kezdtek hazaszállingózni a hadifoglyok 47 után. A cégérre, mihelyt a korcsmát államosították, ráfestették, hogy Viktória. Nagymarty Andrást alig, hanem a nyomorékság mentette meg, amikor elkezdték kollektívbe kényszerítgetni a népeket. Azt tudták, vele nem sokra mennek, a feleségét kezdték környékezni, írna alá. Bori éppen megint viselte az áldott állapotot, bár örökké leányt szeretett volna, valahányszor impérium változás jött, vagy újabb nyomorúság köszöntött rájuk, szült egy fiúgyermeket. A föld az enyém, mondta Nagymarty András a szervezőknek, de ha kezem nincs is, hogy írhassak alá? Elkezdtek kiabálni, komiszkodni velük. Ha a keze meg volna, belépne? Nem, akkor se, mondta. Ha a keze meg volna, akkor pláne nem. Mert akkor minek? Ordibáltak, fenyegetőztek, nem tudták, mit kezdjenek vele. Kényszer munkára a Dunacsatornához nem küldhetik, ha egyszer nyomorék. Verjék agyon. Kimértek neki néhány lánc földet a határ túlsó végében. Vásárolt 10 juhot, mert hogy eleinte a nem TS tagnak gazdálkodni csak ennyivel volt szabad. Az istáló úgyis ott állt üresen, mióta az oroszok feledték a jámbor zsemleszín ökröket. Szerzett egy borzas pulit. Bori hajnalont a vászonkendőbe kötötte a falatokra aprított szalonnát, sajtot, hagymát, kenyeret, mellé beállított egy üveg vizet, a pásztortáskát ura nyakába akasztotta, indulhatott aprócska nyájával az éhmezőre a bot nélküli juhász. Mert olyan juhász lett ő, akinek a botja ő maga. Legalább 40 pár segélybakancsot elnyűjt, mire megint mutatkozott némi változás, ha nem is az impériumé. Hallani lehetett, a kommunisták félrehúzódnak valamennyire, a földekből állítólag visszaadnak, hát ha az övéből is itt, a város alatt. Annyi bizonyos, történnie kellett valaminek, mert a papramorgó megint gazdát s nevet cserélt. A csapos, aki a korcsmát privatizálta, vagy mi a frászt csinált vele, rápingáltatta a cégére, hogy Texas bár. Nagymarty András így szerencsékkel nem dicsekedhetett. Mit bánta ő már, ki hogyan boldogul, végtán jó is gondolta, hogy megöregedett. És vele, Bori, most szülhetném megint a fiú gyermeket.
hanem egyszer még megvallatta a nyomorékságát a legújabb világban is. Közelgett a választás. A Magyar utca a bizalmi beszólt. András bácsi, nekünk most minden szavazat számít. Esetleg ide jönnének az urnával, hogyha engedélyezik. Ide nem, fiam, mondta az öreg harcos. Én csak rokkant vagyok, de nem vagyok beteg. Ott leszek én, amikor annak ideje. Abban nem is volt hiba, csupán a választási törvénnyel adódott némi gond. Az ugyanis olyat nem ismert, hogy valaki más kezével is ráüthetné szavazólapjára a bélyegzőt. És ha ez így van, vele ne tegyen kivételt semmiféle szabály. Közben előkerült Miás Mihály régi barátja, neki megengednék, mondták, hogy bemenjen a fülkébe ő vele. Hogyne, most így beszélnek. És a végén megsemmisítik miattam az egész magyar fertály szavazatát. Ide, add a számba az ívet, Mihály! Ha csak egy ív lett volna. Annyi baszon párt volt, hogy a szavazólap egész brosúra. Azt ő megpróbálta a nyelvével lapozni, a fülke pulpitusán. Csak közben érezte, orra nyergén elkezd lefele vándorolni a szemüveg. Gyere, na! Szólt ki Miásnak. Gyere, lapozd! A tulipánotokat keresed, ugye? Azt most bízd rám. Te csak lapozz, s tartsd a szemüvegem. Úgyne. Az lesz az. Add a számba a pecsétnyomót.